Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelekció műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 6 pontos vereséget szenvedtek hazai pályán a Honvédtól a Kékcápák. A budapesti világbajnokságért gyalogolt Dudincin Helebrant Máté. Győzelemmel zárta az alapszakaszt és bejutott a rájátszásba az NKS. Egy győzelem és 2 vereség az Akvaese Szászhalombatta elleni mérlege. 6 pontos vereséget szenvedett hazai pályán a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák a budapesti Honvéd csapatát fogadták, és a vendégek 91-85-ös győzelemmel távoztak a Continental Arénából. Az utolsó fogadta az utolsó előttit, így mindkét csapat számára a kötelező győzelem kategóriába tartozott a mérkőzés. Az első negyedben szinte végig a Honvéd vezetett, de 10 perc játék után a Nyíregyháza állt jobban 1 ponttal. A folytatásban sem történt változás, szoros volt a meccs, a nagyszünetre 2 pontos vendégvezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után felváltva vezettek a csapatok, de nem dőlt el semmi, az utolsó játékrész 67-67-ről indult. A negyedik negyed elején a fővárosiak elléptek 6 ponttal, és előnyükkel jól gazdálkodva végül meg is nyerték a mérkőzést. Sajnálom a szurkolóinkat, hogy nem tudtunk győzelemmel visszatérni ebbe a szép arénába. A statisztika nem mutat nagy különbséget, a dobott pontszámunk is elegendő, de a védekezésünk nem volt elég jó. Rosszul kommunikáltunk, könnyű dobásokat engedtünk az ellenfélnek, ami különösen a kritikus szituációkban volt fájó. A 17 pontot szerző Bazsó Bruno szerint a vendégek a negyedik negyedben leszedett támadó lepattanuknak köszönhetően tudták eldönteni maguk javára a mérkőzést. Először is gratulálnék a Honvéd csapatának, úgy érzem, hogy megérdemelten nyertek. Szerettünk volna igazából egy győzelemmel visszatérni ide az arénába. Sajnos ez nem sikerült. Úgy gondolom, hogy a mérkőzésen igazából végig fej-fej mellett haladtunk. Talán a negyedik negyed közepén volt az, amikor a Honvédnak sikerült meglépnie. Akkor úgy érzem, hogy le tudtak szedni ott egymás után 5 támadó lepattanót, ha minden igaz. Ez szerintem ott megtört minket, és sajnos ezért mondanám, hogy ennek köszönhetjük a vereséget. Mint a Honvéd vezetőedzője elmondta, az alsóházi rájátszáshoz közeledve több szempontból is fontos volt számukra, hogy győzzenek Nyíregyházán. Azt gondolom, hogy egyfajta gát átszakadt nálunk ezen a mérkőzésen. A hetek óta ugye küzdöttünk igazából saját magunkkal. A sérülések benne vannak a profi sportban, erre fel voltunk készülve nyilván, hogyha kivált mondjuk magas poszton nálunk egy játékos, vagy tulajdonképpen ma 2 is, hogyan akarjuk megoldani. A legfontosabb szerintem az volt, hogy elkezdett mindenki hinni önmagában, illetve elkezdett mindenki hinni abban a rendszerben, amit mi szeretnénk játszani, amit mi szeretnénk játszatni, amivel elkezdtük a szezont, és egyre jobban épülnek be az új játékosok, egyre jobban alakulnak ki a szerepkörök. És ez egy kollektív csapat teljesítmény volt, több mint 30 pont jött a padról. A kezdőjátékosok közül a húzó emberek tényleg húzták a szekeret, van, aki pontokkal, van, aki asszisztokkal, van, aki lepattanókkal, de mindenki beletette a saját részét, és még egyszer, ami a legfontosabb számomra, hogy mindenki önbizalommal, hittel játszott. Nekünk ez a stílusunk, erre az útra kell visszatérnünk. A Nyíregyházának gratulálok, tényleg sokat fejlődtek a szezon alatt. Kemény párharc lesz a playoutban, de azt gondolom, hogy mind a két csapat belefogadni apai tanyait, és hamarosan újból találkozunk. A vendégek játékosa Simon Kristóf szerint is nagy szükségük volt a győzelemre. Szeretnék gratulálni a saját csapatomnak. Úgy érzem, hogy az elmúlt hetek rossz teljesítménye után ezen a héten gyökeres változás állt be. Nem is azt mondom, hogy komoly nagy változtatások, inkább, hogy tudtunk változtatni fejbe olyan dolgokon, amik korábban hibáztunk meccseken, és úgy gondolom, hogy ez most kijött ezen a mérkőzésen. Annak nagyon örülök, hogy végre nyertünk egy lepattanó párharcot, az elmúlt meccseken nagyon sokszor elveszítettük, és volt tartásunk akkor is, amikor voltak nehezebb szituációk a mérkőzésen belül. Tudjuk, hogy ez csak egy
úgymond csak egy bajnoki mérkőzés volt, a play-out-ba fog eldőlni minden, de meg fogunk ütközni ott egymással, és úgy gondolom, hogy ez egy jó visszajelzés volt nekünk is, illetve természetesen figyelmeztetés is, mert tudjuk, hogy a Nyíregyháza az elmúlt időben jól játszik. Szerintem sokkal jobban játszanak. Oda kell figyelnünk, van még két mérkőzés, két lehetőség, hogy előbbre lépjünk. Nyilván magunkkal kell foglalkozni és tovább javítani azokat a hibákat, még mindig egy kicsit sok pontot kapunk, könnyű pontokat, amik elkerülhetők, de még egyszer büszke vagyok a csapatra, és gratulálok a Nyíregyházának is, illetve szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni Bazsó Bruno barátomnak, aki ma kifejezetten jól játszott, szóval is nehetesse, és sok sikert nekik. A forduló további eredményei a következők: Körment Szolnok 79-93, Oroszlány Kecskemét 67-75, Sopron Kaposvár 94-67, Deac Albafehérvár 77-87, Szeged Szombathely 82-97 és Zalaegerszeg atomerőműese 81-78. A tabella élén a Szombathely áll 21 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 19-5-ös mutatóval rendelkező Szolnokot. A 2-22-vel sereghajtó Nyíregyháza szombaton a 9-15-tel 10. Kaposvárhoz látogat. Hazaérkezett a portugáliai edzőtáborból Helebrant Máté, a Nyíregyházi Sportcentrum gyaloglója, a szombati dudincei nemzetközi versenyen szeretne egy nagy lépést tenni a budapesti világbajnokság felé. Az elmúlt 6 évben már ide járunk Portugáliába, Albufeirába, ugyanabba a szállodába is, ez nekünk nagyon bevált. Nagyon fontos, főleg a téli időszakban, hogy főleg az időjárás miatt ezt az itteni időt ezt kihúzni melegebb éghajlaton, nyugodt körülmények között. Így volt most is, először 5 hetet voltunk, aztán hazajöttünk 2 hétre, és most visszamentünk még 3 hétre, hogy biztosan nyugodt körülmények közt tudjunk készülni a tavaszi versenyekre. Ez fontos is volt, mivel az őszi műtét miatt kimaradt 2 hónap, és muszáj volt ezt a kimaradt időszakot bepótolni. Ebben az edzőtáborban mindent sikerült teljesíteni, amit az edzőm Pokrovanszky József kiírt. Heti 150-160 kilométert tudtunk edzeni, minden adott volt a nyugodt felkészüléshez, és ha minden jól megy, akkor a hétvégi országos bajnokságon tudok majd egy szép időeredményt elérni. Ugyanúgy készültök Portugáliában, mint itthon, tehát kettesben Pokrovanszky Józseffel, vagy pedig vannak edzőpartnerek, esetleg egy házi verseny, vagy valami hasonló? A januári 5-7-es edzőtábor alkalmából az egész gyalogló válogatott ott volt, most viszont ezen az utóbbi 3-7-es edzőtáboron csak 2 voltunk Józsibával. Ilyenkor bérelünk kerékpárt, és akkor Józsibá ugyanúgy tud mellettem kerékpározni, ahogy itthon is, szóval nem unatkozunk, de nem nyaralásról vagy pihenésről szól ez az egész. Szóval a tengerparton is csak a hétvégi futások alkalmával tudtam lemenni, szétnézni. Napi 2 edzésem van, heti 2 gyógytornás, ilyen TRX-es erősítő edzés, illetve heti 2-szer jön egy portugál masszőr masszírozni. Szóval igazából minden ugyanúgy zajlik, mint itthon. Annyival másabb, hogy tényleg egy all-inclusive ellátásban van részünk, és semmivel nem kell foglalkoznunk, csak az edzéssel, pihenéssel és regenerációval. Legfontosabb a hétvégi verseny előtt, hogy milyen állapotban vagy fizikálisan, egészségileg? Szerencsére azt a kis kimaradt időszakot, ami a műtét miatt zajlott, azt nagyjából sikerült bepótolnunk. Volt pár olyan edzésem, olyan hétvégi hosszú edzésem, amit időre kellett teljesíteni, és ilyen 28-30 kilométeres távon. Azok biztatóak voltak, bár egyedül edzettem és elég dimbes-dombos szakaszokon, de még így is biztató eredmény sikerült elérnem. Ebből kifolyólag bizakodóak vagyunk, hogy hétvégén legalább egy egyéni csúcsot el tudok érni, amit tavaly csináltam Dudincén. Ez egy 2 óra 35 perces időeredmény, ettől szeretnénk jobbat menni. Mindenféleképpen a világbajnokság a cél, szóval erre szeretnénk egy kvalifikációt elérni. A kvalifikációs idő az 2 óra 29-30 másodperc, ez most nem tűnik reálisnak, és ehhez szeretnénk egy közeli időt gyalogolni.
amiért egy elég jó pontszámot lehet kapni ahhoz, hogy a világranglistán minél előkelőbb helyen sikerüljön elérnem. Ez a Dudincei verseny az egyik legrangosabb gyalogló verseny, több országnak van ilyenkor ott a nemzeti bajnoksága, többek között a magyar bajnokság is, úgyhogy rangos lesz a mezőny, nem ismeretlen a környezet, sokatszor indulsz ott. Hogyan építed fel, vagy egyáltalán felépíted előre a versenyt egy ilyen mezőnyben? Igen, már évtizedek óta ez a verseny úgy zajlik, hogy több ország együtt rendezze a saját országos bajnokságát. Idén is így lesz, 60 induló lesz, a világ minden tájára, szóval Kínából is jönnek, Japánból, Mexikóból. Mondhatni erősebb lesz, mint maga a világbajnokság, mert tényleg aki a VB-re készül, az most tavasszal még versenyzik egy erőset, és utána már tényleg csak a VB-re fókuszál. Nagyon erős mezőny lesz, és nem is, ezért nem is szeretnék a többiekkel foglalkozni, mert az eleje, az élboly az biztos nagyon erős időt fog gyalogolni, és hát ez egy 2,5 órás verseny, a végére is tartogatni kell energiát, szóval mindenképpen magammal kell foglalkozni, úgy kell beosztani az örömet, hogy az nekem jó legyen. Nem a helyezés lesz a fontos, hanem az időeredmény, ezért szépen ilyen egyenletes tempóba kell majd felépítenem a taktikát. Állandó a pálya, ismerős a pálya? Igen, mindig ezen a pályán rendezik. Ez egy 1 kilométeres kör, ebből lesz majd 35. A kanyarok azok szűkek, azokra figyelni kell. Egyszer már el is csúsztam, amikor egy esős verseny volt, de egyébként szeretünk ide járni versenyezni. Ez egy nagyon fontos verseny számomra, ebben az évben kik is élnek el? Az edzőm, a feleségem, a családom, pár barátom, illetve pár támogatóm is jelen lesz. Nincs nagy távolság, innen egy 3-3,5 órás útra, szóval mindig elkísérnek. Győzelemmel zárta az alapszakaszt, és bejutott a rájátszásba Nyíregyházi Kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese. Az amatőr NBA zöld csoport 18. fordulójában a Deacot fogadta, és 87-47-re verte ellenfelét. Az első 2 percben még úgy tűnt, hogy ez szoros mérkőzés lehet, mert nem igazán találtuk a ritmust, de utána felfedeztük azt, hogy ha sok mozgásból megyünk és a palánk alá léptetjük a magas embereinket, azzal is igazából nem fog tudni mit kezdeni a Debrecen. A kinti dobásokat erőltette elsősorban, mert palánk alá nem tudtak betörni, mert jól zártunk össze, jól védtük a kinti embereket. Egy ember volt a Debrecenben, a Vacuk Virág, aki én úgy gondolom, hogy egy jó teljesítmény nyújtott, vele nyúlt meg inkább a gondunk és problémánk. A palánk alatt maximálisan uraltuk ezt a mérkőzést, és az igazság, hogy a játékvezetők is megpróbálták kordában tartani, tehát azokat a hirtelen fellángolásokat, vagy hirtelen agresszivitást, ami történt a pályán, azt már az időben elfojtották. Bár mondom, mindenkinek felhívtuk a figyelmét, hogy itt semmi olyan keménykedés nem lehet, ami a mérkőzés rovására mehet. Én úgy gondolom, hogy ez egy örömjáték volt, főleg azoknak, akik egyébként kevesebbet töltenek a pályán, így mindenki szinte majdnem azonos játékpercet tudott eltölteni, mindenkinek volt sikerélménye, mindenki dobott pontot, és úgy gondolom, hogy ez így zárásnak egy szuper mérkőzés volt. Amikor a bajnokság előtt beszélgettünk, azt mondtad, hogy 3 átcsoportos csapat, második csapat, az MTK, a Diógyőr és a Vasas mellett a negyedik hely lehet a reális célkitűzés. Előfelüli ez a második hely, vagy pedig felültetek idején közben annyit, hogy reálisnak mondható? Mi annak idején, ugye, amikor még nem ez a bajnoki lebonyolítás volt, akkor reménykedtünk abban, hogy dobogón fogunk tudni végezni. Amikor ugye átvariálták a csoportokat és megkaptak ezt a 3 csapatot, sőt ugye emellé meg az Ajka is bejött, aki az előző évben azért nagyon jól szerepelt a piros csoportban, akkor egy picit azért elgondolkoztunk rajta, hogy hogyan is tovább. Ez a mostani csapat, ez egy jó csapat, tehát minden szempontból, tehát játék tudásra is, szerkezetre is. Vannak húzó embereink, tehát masszívak. Végül is azért belegondolunk, a tavalyi évben is így játszottunk együtt, ugye a Kamilla került be a körbe ebben az évben. Ő viszont egy 3 hónap után föl tudta venni ennek a csapatnak a ritmusát, és a játékképben maximálisan beilleszkedett. Tehát fokozatosan jött meg az étvágyunk, maradjunk inkább ennyiben, hogy a Vasas ellen, amikor rögtön az első mérkőzésen kikaptuk, akkor egy picit azért rezgett a réc, és akkor azért gondolkoztunk, hogy hogyan tovább.
aztán volt egy szerencsés Ajka elleni győzelmünk, ami én úgy gondolom, hogy talán ott jött meg az önbizalmunk ahhoz, hogy itt ebben a bajnokságban lehetnek reális esélyeink. És szerintem a mérföldkő az volt, amikor Diós Győrben is sikerült megnyernünk a mérkőzést, és onnantól kezdve már tényleg az volt a cél, hogy azokat az erőket mozgósítsuk, amik ugye benne vannak a lányokban, és akkor ha már ilyen a lebonyolítás, akkor ne kelljen nekünk itt a március közepén befejezni a bajnokságot, hanem tudjunk tovább játszani, és hogy ez azért is fontos, mert az előző években az NB1-es csapatunknak a 80%-át az utánpótlás korú játékosok adták, most azért egy 30% az utánpótlás, és a többi azért jó felnőtt, tehát értjük ezzel a 18 éves lányokat, de mégis az nem lett volna szerencsés, ha itt ezzel befejeztük volna, főleg azért, mert ez a juniornak is nagy érvágás lett volna, hogyha ugye nem tudunk már olyan koncentrált edzéseket tartani, hát ha vége egy bajnokságnak, akkor azért a játékosok már nem úgy fognak hozzáállni az edzéseket. Én úgy gondolom, hogy ez minden szempontból jó a csapatnak, meg szerintem beigazolódott az, hogy az elvégzett munkának mindig megvan az eredménye. Az az érdekes helyzet állt elő, ugye a három csoport első két helyezett csapata folytatja a rájátszásban 6 csapat, hogy közülük 4 A-csoportos együttes második csapata, amelyek nem kerülhetnek fel. Tehát gyakorlatilag a Nyíregyházi Kosársuli és a MAFC játszhat az A-csoportba jutásért, ami azért tegyük hozzá egy teljesen más kávéház. Hát igen, tehát itt ez egy érdekes szituáció. Volt már erre példa egyébként, mert voltunk mi már második helyezettek, és pontosan akkor is az MTK mögött voltunk második helyezettek, de hát itt de reális esély arra, hogy mi egy NB1-ába szerepeljünk, arra nincs. Tehát nekünk nincs meg az a támogatottságunk, se vállalkozói szinten, se városi szinten, hogy mi bármit is előrébb lépjünk. Már egyébként egy nagyon érdekes dolog lehetne az, hogy női NB1-es csapat van újra Nyíregyházán, mert igencsak régen volt már itt NB1-es csapat Nyíregyházán. Végülis egyébként ugye egy picit ugye eljátszottunk a gondolattal, hogy végülis mi lenne akkor, ha. Biztos, hogy egy jó dolog lehetne, mert ugye az utánpótlásnak ez egy jó húzó erő lenne, vagy azoknak a játékosoknak, akik ugye mindenki Budapestre készül, és pontosan azért készül Budapestre, hogy ás klubokban folytassák tovább a szereplésüket, lehet, hogy ez egy megtartó erő lehetne. Na de, ez még odébb van, majd meglátjuk, hogy a későbbiekben hogyan alakul. Mire lehet jó ez a 8 meccs, hiszen 4 csapattal játszottok oda-vissza? Erőfelmérésre mindenféleképpen jó. Játszunk továbbra is jó mérkőzéseket, ami én úgy gondolom, hogy fontos előrelépés, mondom, főleg az utánpótlásnak is fontos előrelépés, meg hát saját maguknak, a játékosoknak is, főleg azok, akik Budapestre mennek tovább tanulni, és ugye nekik céljuk az, hogy ott tovább folytassák a kosárlabdát, esetleg ők most láthatják azt, hogy mégis milyen irányba kell tovább fejlődniük, mi az, amit még esetleg addig el kell végeznünk munkaterén, és akkor reméljük, hogy ezek a játékosaink idővel más klubokban is megállják majd a helyüket. Lehet-e már valamit tudni a folytatásról, vagy pedig még hátra van az időpont egyeztetés? Azért ennyire nem szoktuk elsietni itt a dolgokat. Szerintem a héten fog kijönni a sorsolás, azok után kezdünk el időpontokat egyeztetni. Na és ez az, ami nem lesz könnyű, főleg azért, mert ugye itt második csapatokról beszélünk, és addig, ameddig ugye az ÁS bajnokság tart, addig itt ezekkel a csapatokkal megállapodni szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz. Ugye mi részünkről meg az lesz a másik nehéz, hogy a mi játékosainknak viszont az egy negyed az érettségiző. Tehát, hogy ott viszont figyelembe kell vennünk azt, hogy nekik az írásbelére felkészülni, stb. Szerintem ez egy igencsak kemény menet lesz a továbbiakban. Na de hát, megpróbáljuk ezt is megoldani. Egy győzelemmel és 2 vereséggel zárták a legutóbbi fordulót a Százhalombatta csapatai ellen az Akverse országos bajnokságban szereplő vízilabda együttesei. A gyerekmeccsünk is szoros mérkőzés volt, hiszen 2 gól volt a csapatok között. Sajnos ott nagyon sok hibát vétettünk, akár a passzolásba, akár a befejezéseknél, és ez miatt nem sikerült győzelmet szereznünk. A serdülők hozták a győzelmet milyen meccsen? A serdülő meccs az mondhatni papírforma volt, hiszen a srácok az elejétől kezdve domináltak, és egy nagyobb arányú gólkülönbségű győzelmet arattunk. Az ifik 1 góllal kaptak ki, úgyhogy a végén megvolt a lehetőség, volt egy támadás a döntetlenhez, de alig az utolsó támadáson ment el ez a meccs.
Igazából nem az utolsó támadáson ment el a mérkőzésünk, hiszen már az elején nem úgy kezdtük, ahogy kellett volna. Volt olyan helyzet is, hogy 4 gól volt a különbség a csapatok között. Én azt gondolom, hogy mindent megtettek a srácok, hiszen a ifi hiányunk, a 2004-es születésű játékosok hiánya nálunk nagyon megérződött. Száz Halombattánál viszont én úgy gondolom, hogy annyira nem, és ez miatt kaptunk ki. Nem baj, igazából nagyot küzdöttek tényleg a srácok, amire büszkék lehetnek, és én is büszke vagyok rájuk, hiszen ez egy igazi vízilabda mérkőzés volt. Hogyan szerepeltek egyébként eddig ebben az esztendőben? Nagyon jól állunk a serdülő és az ifi csapatainkkal, hiszen eddig 3 mérkőzésből 2-t megnyert az ifi csapat, és akkor most sajnos vereség lett. Viszont a serdülő eddig 100%-os a D-csoportban. A gyermekcsapatunk az viszont gyengébben szerepel, nagyon sok hiba van. A srácokkal már beszéltünk erről nagyon sokat. Igazából nekik meg kell tanulni nyerni, mert győzni már tudnak azzal, hogy a nagyobb különbséggel vissza tudnak jönni. Viszont meg is kell azt az akadályt ugrani, hogy győztesen hagyjuk el a medencét. Hogyan néz ki a folytatás, ki ellen lesz a következő forduló? Jövő héten utazunk Érdre, ahol a Sportliget ellen fogunk majd játszani, és szeretnék mind a 3 csapattal egy szép eredményt elérni. Meddig tart a bajnokság, mikor fejeződik be, és mi a célkitűzés a 3 csapat számára? A serdülő és ifi csapatnak egyértelmű célja van. Én szeretném azt, hogy a csoportban az első helyen végezzem. Viszont a gyerekcsapatnak viszont az, hogy minél szebb eredményt érjen el, és megtanuljuk azokat a dolgokat, amik egyelőre hiányosságok. A szezon úgy néz ki, hogy május közepéig fog tartani, és akkor záródik a D-csoportnak a küzdelme. Ahogy az edző is, mint egy igazi vízilabda meccset játszott, azok az utolsó pillanatig kiélezett mérkőzések, kikapott a csapat, milyen volt belül a medencében ez a meccs? Nagyon intenzív volt a meccs, jól éreztük magunkat, ezek a pesgős, gyors meccsek nagyon izgalmasak. Igazából az elején egy kicsit belealudtunk a meccsbe, de aztán egy pár jó lövéssel sikerült visszahozni a meccset kicsit a játékba, és onnantól pedig nagyon szoros volt a mérkőzés. 2 győzelem után most ebben az évben vereséges szemetetek, milyen ez a társaság, mennyire vagytok együtt? Az előző fél évhez képest sokat jobb volt a csapat, nagyon fejlődött a csapatmorál, sokkal összeszokottabban játszunk, jobb a csapatjáték, és tulajdonképpen sokkal hatékonyabban tudunk játszani így az ellenfelek ellen, és sokkal nagyobbak az elvárások ebben a fél évben, már mint az elsőben. Te mióta pólózol, és miért pont a vízilabdát választottad? Hogy kerültél a medencébe? Én 1-7 éve pólózok, 7-8 éve. Először fociztam, de aztán ez nagyon nem jött be nekem, és kiskorom óta úszok, és nyilvánvaló volt, hogy akkor jövök pólózni. Ez bejött, tetszett, és így igen, így lett a vízilabda. Vannak-e komolyabb céljaid a sportágban? Vannak, egyetem mellett szeretnék OB1B-ben vagy akár OB1-ben játszani, hogyha lesz rá lehetőség. Minden ettől függ, hogy mit tudok majd elérni a következő években. Ez utolsó évem az AKVSE-ben, mivel kiöregettem, de egyetem mellett mindenképpen szeretném folytatni a játékot. Ha már egyetem, melyik városban és milyen egyetem? Budapestre szeretném menni, az Áltorosi Egyetemre. És igen, most kemény a felkészülés az érettségére is, de azért nyomjuk rendesen az edzéseket, és készülünk fel ide a meccsekre is. Ma délután 3 az országos bajnokságban szereplő csapat játszott bajnoki meccset. Te a kisebbekkel, egy fiúkkal és lányokkal foglalkozott. Te csapataid hogyan kezdték ezt az évet, hogy álltok most? 2 csapattal vagyunk, a gyerek 3-as korosztályból, 2010-esek. Az egyik csapatom tiszta lányból áll, a másik csapat pedig a fiúk. AB csoportban vagyunk, most lesz Nyíregyházán 25-én az utolsó középszakaszbeli forduló, utána majd a rájátszás lesz még, én úgy tudom, egy fordulón keretén belül. Nagyon fontos lenne, hogy most jól szerepeljünk, mert itt a dobogós helyek sorsa most fog eldőlni. A Debrecennel meg az Egerrel fogunk játszani a fiúkkal, a két egyik legerősebb csapattal, de már a Debrecent vertük meg, a Egerre szorossal, tehát remélek, tehát nem fogunk beleszaladni valami nagyobb vereségbe, de egész jó állapotban vagyunk, felkészültünk, úgyhogy ez menni fog. A lányok szerintem most 2 könnyebbnek mondható meccsen fognak vitézkedni, remélem, mert a Kazinc Balcika ellen meg a Aquatix Miskolc ellen fogunk játszani. Remélem, hogy a közönség azért jól fog szórakozni. Mennyit tudtok készülni, heti szinten mennyit edzettek, milyen létszámmal? Az úszodánk nyitva van, és heti 5-öt tudunk edzeni, hála jó Isten. Mind a két csapat külön-külön edz, 1,5 órát, van kondi edzésünk, úgyhogy a felkészülésünkben gond nem lehet.
és nincs is. Úgy érzem, hogy most volt egy ilyen kis betegség hullám, ami kicsit visszavetett minket, de hála jó Istennek, most már itt van mindenki, és gőzerőbe készülünk a hazai fordulóra. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.